Németh Szilárd szerint Soros György hívta össze az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságát, ezért a Fidesz nem ment el az ülésre. A vizes VB, az orosz és az azeri wifi, illetve Magyarország NATO kapcsolatai voltak amúgy a napirenden. A stúdióban Harangozó Tamás. Harangozó Tamással beszélgetek, felsorolom az összes tisztségét, mert nagyjából minden elő fog kerülni ebben a beszélgetésben. Ő az MSZP frakcióvezető helyettese, a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság alelnöke, és Botka László miniszterelnök jelölt kabinetjének vezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdjük talán azzal, Honvédelmi Bizottság, hogy Orbán Viktor katonai magyar csapatok kiküldését javasolja Líbiába. Ők ugye fegyverrel részt vennének a harcokba. Támogatja-e a szocialista párt azt, hogy magyar katonák menjenek külföldre fegyverrel harcolni? Jó estét kívánok! Nagyon örülök ennek a felkonferálásnak. Szeretném a szerkesztőknek jelezni, hogy nem vagyok frakciótő helyettes. Eddig sose hoztam szóba, csak most olyan lendülettel jelentette be, hogy egészen egy évvel ezelőtt óta. Egyébként nagyon meg, nagyon meg. Ráadásul nem friss, azóta beszélgetünk. Igen, nagyon, is. Nagyon, így pontos, köszönöm. Egyébként nagyon megtisztel. De nyilván ez nem von annak a súlyából, hogy amit itt mondunk, az a Magyar Szocialista Párt álláspontját kell, hogy tükrözze. Először is a Felkomba azért nagyon súlyos kérdésekről volt szó, mert hát Nemzetbiztonsági Bizottság ülés lett volna ma, olyan apróságokról, mint hogy a vizes VB értékeljék, hogy ezzel az azeri wifi ügyjel, amire maga Lázár János mondta azt, hogy arra kérje az állampolgárokat, hogy ne is használják még véletlenül sem, mert nemzetbiztonsági kockázatot jelent, majd maguk a nemzetbiztonsági szolgálatok jelezték, hogy nagyon nagy a baj. Ez egy állami beszerzés volt, több 10 milliárd forintért. A Fáraón ügyről szerették volna még kérdezni őket. Így van, és hát arról az apróságról, ami majd a líbiai bevetésünkkel kapcsolatban és esetleges bevetésünkkel kapcsolatban is muszáj szóba hoznunk, hogy most már vezető nyugat-európai amerikai lapok nyíltan írnak arról, hogy Magyarország annyira megbízhatatlan NATO szövetséges tagország az utóbbi időben az orosz, itteni aktív orosz tevékenység és a magyar kormány hintapolitikája miatt, hogy gyakorlatilag már vannak olyan információk, amiket nem osztanak meg velünk. Ez utóbbi egyébként nem csak honvédelmi kérdés, hanem kőkemény nemzetbiztonsági kérdés is. Ma ugye tehát, ez a bizottság üléshez hamvába holt, mert hogy a kormány oldal nem ment el. Ott voltak önök négyen, ugye, ellenzéki képviselők, és hogyha jól tudom, akkor megjelentek a titkos szolgálatoknak a képviselői. Nekik, önök, mint az Országgyűlés bizottsága, szakbizottsága, a felettes szervük, hatóságuk, nem tudom ezt hogy mondják pontosan, de nekik beszámolási kötelezettségük lenne önök felé, függetlenül attól, hogy a fideszes honatják jelen vannak a bizottságban vagy sem. Kérdezték őket? Ezt jól látja először, és én nem vagyok a bizottság tagja, de már volt sajnos olyan bizottságülés, ugyanezt eljátszották. Nagyon-nagyon kellemetlen. Valami elképesztően kellemetlen, amikor az országos rendőrfőkapitány, a titkosszolgálat vezetője, több titkosszolgálat vezetője ott ül, és szemmel láthatóan rettenetesen zavarba érzik magukat, mert hogy ott ül a bizottsági elnök, ott ülnek a bizottsági tagok, kérdeznek, és hát látszik, hogy nem válaszol. Hatnak. Azért ezt tegyük világossá, ugyanis normális európai körülmények között, és ez a múltban is mindig így volt. De ez nem törvénytelen? Megtehetik ők ezt, hogy nézze, az országgyűlés felügyeleti szervének jogilag, a kérdéseire kapaszkodnak, hogy a bizottságülés akkor indul meg, hogyha határozat képességet bejelentették. Nyilván itt nem volt határozat képesség, mert mint tudjuk, Soros György hívatta össze ezt a bizottsági ülést. Hát nem tudom, egészen jó tartja magát Soros úr, hiszen Botka László kérésére Molnár Zsolt hívta össze. Én nem tudom, hogy Németh úr hogy keveri össze őket, már csak ránézésre sem menne szerintem. De most gondoljon bele még egyszer, a vizes VB értékelése. Tehát itt hallottuk az előbb a vizes VB értékelését. Nagyon nagy tisztelet és köszönet minden rendőrnek, terrorelhárítónak, mentősnek, tűzoltónak, akik ezt az óriási rendezvényt ilyen professzionálisan, teszem hozzá titkosszolgáknak, mert ez a tévedés ne essék, ott kellett, hogy legyenek, hogy minden rendben legyen. Erről én ezt Soros György provokáció, hogy erről eljönnek. Hát meg az azeri wifi, meg a Faraón, én se értem az összefüggést, de hát de talán erről Németh Szilárdot kéne megkérdezni. Semmi más nem történt, mint hogy a kormányzó párt politikusai elszabotálták, hogy a Magyarországgyűlés az ellenőrzési jogkörét gyakorolja, ami egyébként ezen a területen életveszélyes. Tehát bocsánat, nem akarok senkit ledegradálni, de hogy a mezőgazdasági albizottság megtárgyalja-e a legutóbbi, nem tudom milyen vihar eseményeket, az nagyon-nagyon
szörnyű, ha nem, mert egyébként rengeteg magyar embernek volt kára mondjuk a jégből, de az nem az a kategória, hogy akkor most tömegesen visszaéltek a magyar emberek adataival, hogy kiszolgáltatták-e Magyarország állampolgárait idegen hatalmaknak és érdekeknek, és hogy ez szándékos volt-e vagy nem, és lesz-e következménye. Mindig az, ezeknek mindig az a legfontosabb része, nem csak az, hogy föltárják, hogy mi volt, hanem hogy garanciát adjanak rá, hogy többet ilyen nem fog előfordulni, mert szerintem a polgárokat nagyjából ez érdekli. Jó néhány mondattal ezelőtt adhattuk abba, hogy líbiai bevetés. Támogatja-e a szocialista párt, hogy katonák menjenek Líbiába? Ugye minden közös megoldást támogatunk. Mi a Magyarországgyűlésben az elmúlt években és évtizedekben is minden olyan katonai bevetést, külföldit is, missziót megszavaztunk, amit a NATO vagy az Európai Unió közösen kért, mert egy szövetségi rendszer része vagyunk, és minden szövetségi rendszer akkor működik jól, hogyha annak a tagjai együttműködnek. Már a legutóbbi iraki missziónk is azt mutatja, hogy Orbán Viktorék ebből a térből is kilépnek. Semmiféle közös felkérés már arra sem volt, nem is támogattuk. Legutóbbi bizottságülésen a második misszióról kellett szavazni. Gyakorlatilag világossá tette a honvédelmi tárca vezetése, hogy ez külpolitikai kérdés, és a külügyminisztert kérdezzük, hogy hol mennek a katonáink. Erre meg szintén azt mondjuk, hogy ez már elmebaj. A magyar hadsereg nem külpolitikai eszköz. Tehát nem arra való, hogy valamelyik országnak szívességet tegyek, hogy egyébként egy másik külpolitikai vagy külgazdasági kérdésben egyébként tudjunk egyről vagy kettőre lépni. Egy szó mint száz, nem engednének magyar katonákat? Ha Líbiában az Európai Unió vagy a NATO közös fellépést tervezne, maximálisan támogatnánk. Ha ez megint az a játék, és gondoljon bele, ugyanebben az interjúban Orbán Viktor, amikor ezt bejelentette, mindjárt mondok egy olyan mondatot, amit szerintem meg fog lepődni, de amikor ezt bejelentette, ezen nem fog meglepődni, mellé tette Orbán Viktor, hogy egyébként semmiféle közös európai határőrizetre nincs szükség, semmiféle közös európai menekültügyre nincs szükség, semmilyen közös európai fellépésre nincsen szükség. Én remélem nem arra gondolt Orbán Viktor, hogy a magyar hadsereg fog partra szállni Líbiában és a jelenlegi állapotában és eszköztárával fog Líbiába rendet tenni, mert akkor sajnos ez a nevetséges kategória. Hát ami ugye Bakondi György azt mondta, talán, hogy a tranzitútvonal lezárása az egy fontos lépés lenne de ahhoz, hogy a menekült áradatot megállít. Tehát haderőreformról beszélünk meg ilyenekről. Melyikkel azzal a négy darab felújított mi 17-es, körülbelül 30 vagy 40 éves helikopterrel, aminket most nagy nehezen visszakaptunk felújítva, és végre újra fel tudsz állni négy darab ilyen helikopter. Tehát, hogy ne vicceljünk már egymással, kérem szépen. Egy szövetségi haderőben Magyarországnak vannak nagyon jó képességei, ezzel veszünk részt Irakban is, ezzel veszünk részt Afganisztánban is, és sok helyen is. Például a különleges alakulataink kifejezetten jó képzettek, jól felszereltek, és az amerikaiaknak köszönhetően egyébként nagyon jól együtt tudnak működni az ilyen szövetséges fellépésben. De szövetséges fellépésben. És a mondat, amit ígértem, hogy mondok, hogy meg fog talán lepődni, az első perctől kezdve azt mondjuk, hogy a válság, mi legalábbis MSZP-ként azt mondjuk, leírtuk, benyújtottuk a parlamentnek. A válságzónákban fel kell lépnie az Európai Uniónak sokkal nagyobb erővel, ha kell, nem csak humanitárius segítséggel, hanem katonai segítséggel is. De mind a két szón hangsúly van. Fel kell lépni, bocsánat, mind a két kifejezésnek, és az Európai Uniónak. Mert itt egyes tagállamok nem tudják ezt a helyzetet kezelni, és egyébként se presztízse, se valódi végleges megoldása nem lesz annak, hogyha nem maga az Európai Unió próbál rendet tenni maga körül, mert nézzük meg, a probléma mégiscsak abból adódik, hogy az unió körüli zónában olyan szakadék van biztonság területén és megélhetés területén, hogy egyébként milliós nagy tömegű emberek indulnak. Orbán Viktor kérésére nem, de hogyha a NATO vagy az Európai Unió javasolja, akkor igen. Magyarország egymagába erre képtelen és alkalmatlan, egy nagy szövetségesi rendszerben és egy nagy család részeként pedig alkalmas, és szerintem kell is ezt a feladatot tenni. Egy, kettő, NATO nem tagok vagyunk, tehát alig tudom elképzelni, hogy Orbán eleve úgy gondolta, hogy csak Magyarország oda küld csapatokat. Hát akkor szeretnénk látni a részleteket, erről beszélünk, de azt meg nem fogjuk támogatni, és ezt nagyon őszintén mondom továbbra is, hogy a magyar kormány külpolitikai, főleg nem külgazdasági céljaira használja fel a magyar honvédséget, és egyébként egyéb más külpolitikai tárgyalásaira sakkozzon a magyar katonák életével. Teszem hozzá, minden egyes misszió igenis kockázati, biztonsági negatívumot jelent, akár az itt élőknek is, hiszen terrorizmus világ időszakában élünk. Jó. Ezeket meg kell fontolni, látni kell. Ott ér össze talán a két dolog, hogy abban mind a ketten egyetértünk, hogy a válságzónákban valamit tenni kell. Abban nem, hogy hogyan és miként, ezt egyébként még akár tisztázni is lehet egy normális körülmények között.
ez utóbbi időben ilyen nem esett példa. Térjünk át az MSZP belügyekre. Ugye Molnár Zsolt ma Szegeden felkereste Botka Lászlót, és a közlemény az úgy hangzott, hogy minden nézeteltérést tisztáztak. Ez mit jelent? Hát ez a közlemény mást is tartalmaz, szerintem a lényeg benne van. Én azt gondolom, hogy Molnár Zsolt nagyon-nagyon hibázott, amikor nyilván, illetve nem én gondolom, hanem ő mondja ezt, hogy belátja azt, hogy nagyon hibázott, amikor egyébként a kongresszus döntésével szemben nyilvánosan megnyitott egy olyan vitát. A kongresszus döntését csak halkan jegyzem meg, Molnár Gyula pártelnök, Hiller István választmányi elnök és Botka László miniszterelnök előtt közösen jegyezte, majd ez a kongresszus ellenszavazat nélkül elfogadta, amikor ezzel szemben nyilvánosan egy újságcikkben megnyitotta a vitát arról, amiről egyébként másfél hónapja, még egyszer mondom, szinte egyhangulag döntöttünk. Azt látom, hogy a mai napon is ennyi történt, ezt a kérdést lezárták, Molnár Zsolt nyilvánosan elmondta, hogy 100%-ig támogatja Botka Lászlót és azt a programot, amit a kongresszuson elfogadott, és a jövőben szakpolitikai kérdésekkel kíván foglalkozni. Még egy utolsó mondatra fejlem a figyelmet, és részemről itt ma este azt gondolom, hogy az összes többi kérdését próbálkozhat, de nem fog sikerülni, le is zárom. Ezzel a kérdést Botka László lezártnak tekinti a mai napon. Az azt jelenti, hogy mostantól megbízik ő Molnár Zsoltban? Már nem kollaboráns Molnár Zsolt? Ez azt jelenti, hogy Botka László mai nappal ezt a kérdést lezártnak tekinti. Nyilván nem mondhatta Botka Molnárról azt, hogy kollaboráns, hogyha erre neki nem lenne valamiféle bizonyítéka. Ilyet az ember felelős politikusként, miniszterelnök jelöltként nem kiabál bele a levegőbe. Ön olvasta azt az interjút? Persze. Mikor mondta ott, hogy kollaboráns Molnár Zsolt? Ez a 168 óra interjú volt. Melyik és... részében mondta? Tehát nekem egyetlen egy bajom van ez az egész elmúlt napok cirkuszával, itt mindenki mindent értelmezett. Valaki tegye már meg, legyen kedves, hogy elolvassa az interjút. Az interjúban egyetlen kérdés van, amit ma is elmondtam szerintem elég világosan. Megkérdezik tőle, hogy szerint az rendben van-e, hogy egy elnökségi tagja nyilvánosan neki megy a párt elfogadott irányelvének, majd erre azt válaszolja a miniszterelnök jelölt, a vezetőnk, szerintem nagyon helyesen a közösség védelme érdekében, hogy ilyet nem lehet, ez árulás, még csak nem is személyében Molnár Zsoltot címkézi meg, a tevékenységét. Ezzel szerintem nagyjából a párton belül és kívül is mindenki egyetért, hogy egy meghozott döntés után másfél hónappal nyilvánosan neki menni a közös döntésnek, lehet szebben is fogalmazni, de azért maradjunk annyiban. Ennyi történt. Ugye a 168 órában ez úgy hangzott el, az újságíró írja ezt, hogy árulónak tartja Molnár Zsoltot Botka ezt... László, az MSZP miniszterelnök helyettese. Miniszterelnök jelöltje, igen. Miniszterelnök jelöltje. Pontosan erről beszélünk, árulásnak tartja azt, amit ezt mondja Botka László, árulásnak tartja azt, hogyha szembe mennek a párt elfogadott irányelvével. Ennél többet nem lehet rá. Valószínűleg ez a történet azért szólt nagyon nagyot, mert voltak előképei. Fekete Győr András, aki más pártban politizál, azt mond, amit akar, de azt mondta egy interjúban, hogy tudjuk, hogy vannak olyan pártok, amelyek a kormány zsebéből élnek, ilyen az MSZP is. Bennük nem lehet megbízni, velük nem lehet összefogni. Ez egy állítás. Ron Werber azt mondta 2014-ben, hogy Molnár Zsolt adjon hálát az Istennek minden egyes napért, amikor nem nyitom ki a számot. Ez volt az ő véleménye Molnár Zsoltról. Ebbe Botka azt mondja, hogy árulásnak tekinthető, ebben nagyon-nagyon robban. Tehát, hogy azért volt egy olyan közeg, elérte azt a kritikus tömeget, amikor elég volt Botkának ennyit mondani a Molnár Zsolttal kapcsolatban, hogy az végig robogjon a magyar sajton. Hát igény volt rá, azt látom a magyar sajtó különböző részeiből is. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, most a Fekete Győr úrral azért nem szeretnék foglalkozni, mert én nagyon örülnék neki, ha először kiállna és elmagyarázná, hogy sok-sok millió forintból hogyan tartottak dzsemborit nyári tábor gyanánt az elmúlt időszakban, ami nem hajlandóak ugye megjelölni a forrását. Nem körvonalazódik az MSZP Momentum összefogás, legalábbis itt ma este úgy látom. Én csak azt mondom, hogy az igazságosság az úgy van, hogyha valaki ilyeneket állít valakiről, akkor utána elmagyarázza, hogy hogy volt több milliós koncertje, és mivel és hogyan nem. De mindegy, szerintem ezt érdemes félretenni. Botka László és Molnár Zsolt ma leültek, Molnár Zsolt kiállt és elmondta, hogy maximálisan támogatja Botka Lászlót és a döntést, és részükről ez a kérdés le van zárva, ezzel beismerve, hogy hibát követett el, amikor nyilvánosan kritizálta, vagy legalábbis neki ment mind a koncepciónak, mindezen keresztül a miniszterelnök jelölt személyének. Teszem hozzá, tehát van-e még egy olyan normális párt, amelyik
ilyen esetben hagyja, hogy a miniszterelnök jelöltjét és a programját másfél hónappal az elfogadása után bárki, no pláne egy elnökségi tag nyilvánosan kritizálja. De a legfontosabb mondat, és itt szeretném zárni én is, a mai nappal ez a kérdés lezárult. Ebben egyébként tök igaza van, én pont arra gondoltam, hogy elképzelhető-e az, hogy mondjuk Orbán Viktor meghirdeti a Szél Kálmán programot, és Kósa Lajos másnap a Magyar Időkben megjelentett egy cikket, ami szerint avval nem ért egyet. Tehát ez tényleg így van. Tök logikus, ami történt, mert nyilván az MSZP-ben ez a belháború, ez rombol. Tehát ennek véget kell vetni. Csak a kérdés az, hogy megoldódott a helyzet, vagy most a szőnyeg alá söpörték. Nagyon komoly vállalást tett ma Molnár Zsolt, azt mondta, hogy szövetségi politikával, országos politikával ezek után nem kíván foglalkozni, kizárólag rendészeti belügyi és nemzetbiztonsági, biztonságpolitikai szakpolitikával fog a jövőben foglalkozni. Ha ez így van, akkor az ügy lezárult. Vagyis Molnár Zsolt visszalépett. Hátra lépett egyet. Lehet, hogy nem is egyet, lehet, hogy ez több. Köszönöm szépen, Harangozó Tamással beszélgettem, és azt hiszem, hogy egy kicsit több választ kihúztam azért önből, mint amire szeretett volna válaszolni. Jó volt beszélgetni, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.